Kulturális városrészként születhet újjá a Margit negyed. Még több rászorulónak segít a Máltai Szeretett Szolgálat. Új baleset megelőzési kampányt indított a MÁV. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A Margit negyed kulturális városrészé alakítása a célja a második kerületi önkormányzat programjának, amely újabb állomásához érkezett. Az üresen maradt üzletek üzemeltetésére például eddig már 200 pályázat érkezett, most pedig új pályázatot írnak ki a Dugattyús ház és a Mechvárt liget alatti óvóhely közösségi hasznosítására is. Színes, esztétikus, emberbarát zöld sáv a Margit körúttól alig néhány 10 méterre a Mechvárt ligetben. Egy ilyen környezet szinte feletteti azt az ajt, forgalmat és levegőszennyezést, amit a körút produkál a nap szinte minden percében. Nem véletlen, hogy a Margit körút két oldalán korábban működött üzletek sorra beadták a kulcsot, és a környék az elmúlt évtizedekben hanyatlásnak indult. A második kerületi önkormányzat ezért indított kulturális revitalizációs projektet, amelynek első fázisa sikeresnek mondható. Elsődleges célunk az az, hogy minél kevesebb legyen a bezárt üzlet, minél nagyobb gyalogos forgalom legyen a körúton. Ez zajlik, egy Margit negyed tanácsadó testület segíti a munkánkat, akik segítenek akár kedvezményes áron is feladatellátási szerződéssel kötve megtölteni az üres üzlethelyiségeket, irodákat vagy éppen műterveket. Számtalan új galéria, művészeti tér, illetve kiskereskedelmi egység is nyílt a körúton. A cél az, hogy olyan gazdáik legyenek ezeknek az üres ingatlanoknak, amik a gyalogos forgalmat vonzák, hiszen a parkolás, az autóforgalom az amúgy is egy komoly gondja a körútnak, mint a körútaknak általában. Mi azt szeretnénk, hogyha direkt olyan helyek nyílnának, ahova az ember gyalogosan vagy alternatív közlekedési eszközzel megy. Erre kiváló példa akár egy csomagolásmentes bolt, akár egy kulturális kiállítótér, bármi. A Margit körút környezetének szimpatikusabbá tételét segítheti, hogy egy 10 fős önkormányzati takarító brigád gyakran takarít itt, valamint a most még üresen álló kirakatokban kirakat kiállításokat szerveznek, és a Mechvárt ligát közelében egy közösségi teret is megnyitottak a körúton. A homlokzat felújítási pályázat, amit tavaly írtunk ki, az sikeresnek mondható. Az idei évben a nem vakolt homlokzatú házaknak egy homlokzattisztítási pályázatot írunk ki. Ezzel párhuzamosan zajlik egy olyan projekt, amiben nagyon számítunk a már üzemelő vállalkozásoknak a tulajdonosaira, vezetőire, hogy ezeket a városképet csúfító, egyfajta zűrzavarossá tevő portálokat rendezni tudjuk, és az épület korabeli stílusához megfelelően igazítsuk a cégéreket, anélkül, hogy nyilvánvalóan egy-egy üzlethelyiség a saját márkájából, brandjéből veszítene. Most ennek kapcsán egyeztetünk a társasházi közös képviselőkkel, és most indul az egyeztetés a vállalkozásokkal. Az épületek, a homlokzatok külső megújítása mellett a körút zöldítése a következő lépés, amely elég nagy lépésnek tűnik. Elkészültek a főkert által azok a kiviteli és engedélyezési tervek, amik a Margit körútnak a páros oldalán a zöldsávok növelését eredményezik. Több mint egy tucát fát szeretnénk ültetni. Itt még meg kell küzdeni azokkal a jogszabályi, illetve rendeleti problémákkal, amik nem engedik a közműveket védve, a közúti űrszelvényt védve, hogy ott is, ahol fizikailag lehetne fát ültetni, ne lehessen. Mi mindenképpen fákat szeretnénk ültetni, és ehhez szeretnénk utána igazítani a jogszabályokat, hogy ne egy felettes jogszabály jobban védje a közműveket, mint sem a faültetés lehetőségét. Biodiverz zöld felületet szeretnénk kialakítani folyamatos öntözéssel, ez a páros oldalra vonatkozik, itt magántőkét is sikerült bevonni, a páratlan oldalon pedig ezeket a pollereket, a zöld parkolásgátló oszlopokat végig virágos ládákra cseréljük le, így is javítva a városképet. A Margit körút megújítása élhetőbbé tétele a programnak a nagyobb eleme, ám emellett a körutat keresztül szelő utcák környezetét, vagyis a Margit negyedet is célba veszi a projekt. Ott egy főleg kulturális közösségi profilú környezet kialakítása a cél. A megvalósításhoz a környéken élő lakók, illetve közösségek javaslatait is várják. Letartóztatásba helyezte az ügyészség azt a férfit, aki két új budai dohányboltot és egy második kerületi ékszerboltot is kirabolt. A 29 éves férfi évekig bujkált külföldön, több elfogató parancsot is kiadtak ellene, végül Moszkvában fogták el. Az ügyészség szerint fennáll a bűnismétlés, a szökés és az elrejtőzés veszélye, ezért látták indokoltnak a letartóztatás elrendelését.
25 ezer facsemetét ültetett és 42%-ról 75%-ra emelte Budapesten a folyamatos erdőborítással kezelt területek arányát a Pilisi parkerdő. A 2021-22-es szezonban a budai oldalon a legtöbb fát a 12. kerület területén ültették el. Ezzel együtt a városi körülményekhez illeszkedő erdőkezelésnek köszönhetően ma a főváros budai oldalán az országos átlagnál lényegesen magasabb az idős, helyenként 200-250 évesnél is idősebb fákkal tarkított részek aránya. Több mint 1400 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak Magyarországon az elmúlt 24 órában, és meghalt 29 többségében idős krónikus beteg. A kormányzati oldalon közölt adatok szerint az aktív fertőzöttek száma jelenleg 75.954 fő. Kórházban 1603 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. Közben több településen is tovább csökkent a koronavírus örökítő anyagának szennyvízben mért koncentrációja. Budapesten stagnálás figyelhető meg, a vírus örökítő anyagának mennyisége pedig az emelkedett tartományba sorolható, a Nemzeti Népegészségügyi Központ friss mérései szerint. Egyre több területen segíti a bajba jutottakat a Máltai Szeretetszolgálat. A háború elől menekülők támogatása mellett továbbra is folyamatosan biztosítják a fedél nélküliek ellátását, és folytatódik a hegyvidéki önkormányzattal közös hajléktalan rehabilitációs program is. Tehetségkutató versenyt szerveznek, illetve pályázatot hirdetnek rossz körülmények között élő általános iskolások számára, többféle segítséget adnak idős és egyedül élő embereknek, és ha kell, akár pénzügyi, életvezetési tanácsokat is adnak. Mindezt az ápolási, gondozási feladatok, illetve a fedél nélkül élők többszintű ellátása mellett. A Máltai Szeretetszolgálat budapesti vezetője az ukrán menekülteket ellátó egyik központban beszélt a jelenlegi, vagyis a háború kitörése óta fennálló helyzetről. A fővárosban nagyon sok intézményünk van, aminek a működése ugyanúgy ment tovább az elmúlt hónapban is, mint azt megelőzően. Az erőforrásainkkal kellett nagyon jól gazdálkodni annak érdekében, hogy ne sérüljenek a stabil szolgáltatásaink, akár a hajléktalan ellátás, az idős ellátás, a fogyatékos emberek ellátása, de ugyanakkor jusson erőnk, energiánk arra, hogy ezt a nagyon új és nagyon szokatlan helyzetet is kezelni tudjuk. Ez utóbbi, vagyis a menekültek segítése nem csak fizikai, lelki terhet is rótt a szolgálat munkatársaira. Nap mint nap, vagy 12 órában anyukákat látni kisbabákkal a kezükbe, akik babakocsit kérnek, mert azt sem tudták elhozni magukkal, vagy idős nagyszülőket látni, akik igazából azt sem tudják, hogy most akkor ők hol is vannak a világ melyik részén. Amikor így felemeltük a fejünket, és volt pár perc pihenő, akkor ezzel kellett dolgoznunk, hogy ezt magunkban jól tudjuk kezelni. Sok esetben azt tudtuk megtenni csak, hogy kivettünk embereket a szolgáltatásokból, és átkerültek a menekültek segítségére, és akik benne maradtak a hagyományos szolgáltatásainkban, nekik is nagyon nagy erőt kellett kifejteni azért, hogy ne sérüljen a minősége az intézményi szolgáltatásoknak, és nem sérültek, tehát hogy azért ezt folyamatosan figyeltük. Morva Emiliától megtudtuk, hogy a szolgálat munkájába önkénteseket is be tudnak vonni, ám az ő segítségükre csak a menekült ellátásban számítanak. A fedél nélküliek utcai és intézményi ellátásában továbbra is csak szakképzett munkatársak dolgoznak. Annak ellenére, hogy a háború felborította a terveket. Pont ott tartottunk, hogy átnéztük az idei munkaterveket, és megnéztük, hogy akkor melyik intézményünk ebben az évben mibe fog kezdeni, és akkor ennek megcsináltuk az ütemtervét, és végig gondoltuk, hogy akkor ez hogy fog kinézni, majd mindenki kiejtette a kezéből a tollát, és újra terveztünk, ahogy ezt a kifejezést most már egyre inkább megszokjuk. Nyilván még krízis időszak volt, tehát a hajléktalan ellátásban még az erősebb erőforrás igényel kellett, hogy dolgozzunk. Ugyanakkor kellett a hajléktalan ellátásból is ide is munkaerőt is átcsoportosítani. Most tesszük vissza, vagy most ülünk vissza a hagyományos, kerülünk vissza a hagyományos munkanapokhoz, és nézzük meg, hogy akkor 3 héttel, 4 héttel ezelőtt hol hagytuk abba, és vesszük fel újra a fonalat, és kezdünk el gondolkodni. Morva Emilia szerint a szeretetszolgálat munkatársainak sokat segít, hogy közben tavasz lett, vagyis az időjárás enyhülése miatt az általános ellátási terhek ilyenkor kicsit mérséklődnek, és van idő egy szusszanásra. Ám, ahogy mondta, nagy szükségük is van arra, hogy ezt a háborús, még pandémiával is terhelt időszakot kipihenhessék, hiszen az újratervezést követően minden korábbi programjukat folytatják, vagy újraindítják.
Egyre több baleset történik a vasúti átjárókban. A tragédiákat a legtöbb esetben az autósok figyelmetlensége okozza. A MÁV most külön kampánnyal hívja fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. Teljesen maga alá gyűrte ezt az autót a vonat. Az ütközés hatalmas erejű volt, szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott a jármű. A hasonló balesetek általában azért következnek be, mert a sofőrök figyelmen kívül hagyják a fénysorompó tilos jelzését, és megpróbálnak áthajtani az átkelőn még a vonat érkezése előtt. A legtöbben időt akarnak ezzel nyerni, de az életükkel fizetnek a vakmerőségért. Csak az idei évben már 16-an haltak meg a vasúti átjáróban történt balesetekben. Idén április közepéig összesen 35 vasúti közúti útátjárós baleset történt, a tavalyi évben összesen 86, az az előtti évben pedig összesen 62, tehát szignifikáns a növekedés. Az a szomorú ebben a tendenciában, hogy ezeknek mindegyike megelőzhető lenne, lett volna. Ez egyben jó hír is, hogy a közúti forgalom, a közúti közlekedés résztvevőinek a nagyobb odafigyelése, nagyobb fegyelmezettsége megoldást jelenthet ezeknek a baleseteknek az elkerülésére. A MÁV szóvívője azt mondja, a vonatok mellett Budapest területén belül a HÉV átjáróknál is fokozott óvatossággal kell közlekedni. Biber Anett hangsúlyozta, hogy a személyszállító vonatok féktávolsága több száz méter, tehát egy vasúti átjárónál a mozdonyvezető nem képes elkerülni az ütközést, vagy nagyon kicsire az esélye. 2009 óta, tehát most már lassan 13 éve nem történt olyan vasúti közúti útátjárós baleset, amelyben a vasút felelősségét bármilyen módon is megállapították volna. 100%-ban a közúti forgalom résztvevőinek a felelőssége, felelőtlensége, oda nem figyelése okozta ezeket a baleseteket. A vasút egy félkatonai szervezet, nagyon-nagyon szigorú utasításrendszerrel. Ennek megfelelően végzik a mozdonyvezetők a munkájukat, se az ő felelősségüket nem állapították meg, és minden esetben jól működött a biztosítóberendezés. Nem csupán autósok okoznak vonatbalesetet. A gyalogosok és a kerékpárosok között is akadnak, akik a tilos jelzés ellenére átkelnek a sineken. De ha csak tiltott zónában, azaz a közlekedő vonat területén tartózkodnak, éppen annyira kockáztatják az ütközést. A gyalogosok, kerékpárosok megállnak az útátjárónál, meggyőződnek arról, hogy ott piros a jelzés, vagy pedig egyáltalán le van engedve a sorompó, körülnéznek, és hiába közeledik a vonat, egyszerűen kikerülik a sorompót, tudatos döntéssel átmennek, mert hogy ők azt gondolják, hogy átérnek, de nagyon sok esetben ez egy rossz döntés, hibás döntés, és eleve szabálysértés a KRESZ szabályoknak a megszegése. Tehát ebben a tekintetben érdemes különbséget tenni az autósok, illetve a kerékpárosok, gyalogosok között. A MÁV most kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a problémára. Az akcióban többek között megdöbbentő felvételeket tesznek közzé a Vasúttársaság honlapján. A sokkoló képek mellett azt is bemutatják, hogyan kell közlekedni a KRESZ szabályai szerint azokon a területeken, amit vasúti átjáró keresztez. Mától van lehetőségük a felsőoktatásba jelentkezőknek arra, hogy ellenőrizzék adataikat és módosítsák a jelentkezési sorrendet az e-felvételi rendszerben. A változtatásokat az elküldött kérelmek feldolgozása után jelenítik meg az ügyintézési felületen. A benyújtott kérelmek státuszát az e-felvételi kérelmek menüpontjában ellenőrizhetik a diákok. A sorrendmódosításra július 7-éig egyetlen alkalommal van lehetőség. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!